Egy nyertes pályázatnak köszönhetően egy helyen tudnak közösségi szolgáltatásokat nyújtani a település lakóinak Zsarolyánban. A közösségi térben a különböző korosztályok rendezhetik meg foglalkozásaikat, itt fog működni a könyvtár, és a pályázatnak köszönhetően számítógépes rendszert és internet hozzáférést is biztosít az új létesítmény a település lakóinak. Az épület felújításával egyidejűleg támogatásképpen bővítést is sikerült elérnünk. Ez a bővítés 68 négyzetméter új épületet takar. Az új épületben kap helyet egy kerékpár, illetve babakocsi tároló, ami kötelező eleme volt a pályázatnak, illetve igényünk szerint egy nyitott teret is kialakítottunk, ahol a szabadtéri rendezvényeket le tudjuk bonyolítani. Az épület akadálymentesített, így a mozgáskorlátozottak is használhatják. A kulturális tevékenységek mellett konferenciáknak is helyet tud biztosítani a korszerű létesítmény. A térség országgyűlési képviselője szerint ezek a beruházások a vidéken élők életminőségét javíthatják. Itt talán még jobban igénylik az emberek azt, hogy legyen olyan hely a templomon kívül is, ahol össze tudnak gyűlni, ahol rendezvényt tudnak tartani, ahol az ügyes bajos problémájuk megoldásában segítenek, vagy ahol akár informatikai, a modern 21. századi informatikai háttér van, és akinek nincs otthon ehhez megfelelő berendezése, az is értesüljön a aktuális információkról, pályázatokról, MVH-s lehetőségekről. Hát nagy bátorság volt annak idején belevágni a településeknek, de most már azért zömében, a Szatmár-Beregi térségben túl vannak az IKST beruházások átadásán is a települések, és hát csak annyit tud kívánni egy képviselő, hogy teljes megelégedéssel használják majd a településen élők, így a Zsarolyánban élők is használják ezt úgy, ahogy kedvük tartja, ahogy a legjobban érzik. A pályázat egy fő foglalkoztatására is lehetőséget biztosított, aki programszervezőként dolgozhat főállásban az új létesítményben.